A BHSE vívó szakosztályánál nyáron sem áll le az élet, bár most elsősorban a fiataloké a terep, akik a vívó nyári tábor keretein belül mozoghatnak és ismerkedhetnek meg a vívás alapjaival, mindezt játékos, a gyermekek számára is emészthető formában. A sikeres tábor főszervezőivel beszélgettünk a kezdeményezés céljairól. Nekem mindig is az voltam az elvem, hogy nem ilyen gyerek megőrző csinálunk, hanem egy olyan tábort, ami úgy megy az a gyerek, hogy de jó volt, jövő héten is el szeretnék jönni, következő nap is, jövő évben is, stb. Nyilván célunk is az, hogy bevonni úgy a gyerekeket, hogy szeptembertől már itt a mi csodálatos vívó egyesületekben tudja folytatni a sportolást és a nem utolsóban a vívást. A tábor természetesen nem csak a vívásról szól. A résztvevők sok játékos feladatban vesznek részt, és a közelmúltban teljesen megújult Honvéd Sportrep több létesítményét is aktívan használják a tábor alatt. Reggel 8 órakor én várom a gyerekeket, átveszem őket a szülőktől, utána reggel tartunk egy megbeszélést, segítek a kisebbeknek az öltözésben, a pakolásban, kimegyünk, futóedzést tartunk, én néha beszoktam hozzájuk állni, és akkor motiválom őket. Ők velem szeretnének futni, és akkor ezért próbálnak minél gyorsabban futni. Tollasozni szoktunk a lányokkal. Abszolút aktívan részt veszek a tábornak az életében, főleg a kisebbeknek az életében. Többféle feladatokat szoktunk, játékos feladatokat. Például a tőrnek a hegyére odaragasztunk egy kanalat, amiben beleteszünk egy pingponglabdát, és azzal kell a gyerekeknek zsonglőrködni és vívóállásba lépegetni, hogy ne essenek le. Mindenféle játékos feladataink vannak. Van egyébként 6 éves kislány is a táborban. Általában ilyen 7-8, tehát pici gyerekekkel foglalkozunk. Természetesen az egyik résztvevőt is megkérdeztük, hogy ő mit szeret a táborban, miért szeret ide járni. Ez a sportnak közi több fajta sportágból is áll, például futunk délelőtt, úszunk is, és délután pedig benti foglalkozások szoktak lenni. Ilyenkor szoktunk egy kicsit a vívásról beszélni, meg gyakorolni ezekkel a műanyagfegyverekkel. Szerintem nagyon jó ugyanis, ilyenkor nyáron sok ember otthon marad és pihen, de ez tök jól így felrázza az embert, nem esik ki a formájából. Én már itt sportolok 3 éve, és ez így nagyon jó. Nem esek ki a gyakorlatból, és így nem lesz olyan nehéz elkezdeni szeptemberben az új szezont. Csak a Honvéd.